Eléggé nehéz volt az én pályafutásom. Hiába játszottam, jól. Nagyon nehéz, göröngyös út. Ez egyébként a mai napig. Ha nem segítenek ezeknek a gyerekeknek, akkor mindenki nagyon nehéz tovább jutni. 300-an végeztek körülbelül nálunk az iskolában, és ennek a 90%-ának sikerült sokaknak felsőoktatási intézménye, többeknek konzervatóriumba, vagy külföldön tudnak tanulni, ösztöndíjjal tovább. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon, ez nem csak az én munkám, hanem ebben nagyon sokan dolgoznak. Az alapítványunk benne van, a tanároknak nagyon nagy köszönet, mindenki, aki ezt az egészet támogatja. Sikerült itt az évek során olyan zenekarokkal, olyan gyerekekkel együttműködni, akikkel nagyon sikeres külföldi turnénkat vettünk részt, nagyon sok helyre meghívtak, voltak nagyon sok és fontos állomások, gondolok itt a madridi, ahol volt ez a nagy nemzetközi roma konferencia, ahol kaptunk egy kitüntetést is az iskola, aztán voltak Oszlóba, Amerikába voltunk, Washingtonba léptünk fel a Ronald Reagan Centerbe, és óriási sikerünk volt. Hogy tényleg nagyon pozitívan fogadták az egészet, és nagyon elcsodálkoztak, hogy ez ilyen jól működik, és hogy mekkora energia, és a gyerekeken látni ezt a sugárzó örömöt, mikor együtt muzsikálunk a színpadon, az óriási, és a koncert után mindig érezték, hogy működik, nagyon érdekelte őket, és próbálnak mai napig is ezzel többen segíteni, hogy ez tovább menjen. Amiről beszélek, hogy az energia, ez valahogy nagyon kárpótel engem, és őt nagyon boldogok is vagyunk, mert nekünk a legnagyobb örömünk, hogy a gyerekeknek sikerül tovább tanulni, tovább jutni. Egy jó zenei pályán vannak, és megállják a helyüket a világ összes színpadán, és ez a célom ebben. Hát mikor foglalkozunk velünk, amikor vannak az oktatások, akkor nekem óriási öröm ez. Akkor elfelejtek minden gondot, minden problémát. Ez egy cél van, és ez tényleg fantasztikusan jól működik. És nem csak gitár, hanem mindenféle hangszert tanítunk. Vannak, akik nehezebb helyzetben, vannak, akik jobbak, de vannak, akik romák, vannak, aki nem roma. Én nagyon jónak találom ezt, hogy ilyen vegyes az egész, mert nagyon tudnak egymáson segíteni. Vannak, akik jobbak, vannak, akik gyengébbek, és segítik egymást. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen nagy család. Járjuk az országot, és gyűjtjük a gyerekeket össze, akikről felvételt készítünk, tehát van mindig egy meghallgatási pont. Ezek általában zeneiskolákban működnek, mert ott vannak hangszerek, és nagyon sokan jönnek. Van, amikor több százan
és akkor azok közül választunk ki minél legtöbb tehetséget, amit lehet. De ami azt jelenti, hogy 30-40 gyereket veszünk fel, és körülbelül 20 megy el tőlünk, akik már régebb óta ott vannak. És, de ez nem azt jelenti, hogy 12 után elmennek, és jönnek az újak, hanem éveken keresztül ott vannak. Tehát ez a kapcsolat ez sosem szűnik meg. Ez egy ilyen körforgás, sőt, vannak olyanok nálunk már, akik 2011-ben kezdtek, és már ott tanítanak nálunk. És ez egy csoda dolog ebben, mert ők ezt nagyon ismerik, mert végigmentek ezen a folyamaton, és nagyon jól tudják, hogy mit kell átadni, és ismerik az én módszeremet, és azt szeretnék továbbadni, és beleteszik az övéket és a sajátjukat is. Nekem van egyfajta, nem mondanám azt, hogy rutin, de van, amit látok a gyerekbe, a szemébe, hogy nagyon akar, és a szülők nagyon akarják, hogy a gyereknek valami sikerüljön. És gondolom mindig ilyenkor, hogy miért nem megpróbáltam. És van nálunk egy fiú, az elején, mikor felvettük, hát nagyon, nagyon kezdő volt, és voltak neki ilyen alapjai, de nagyon kezdő zeneiskolai alapok, és csak azért említettem ezt a tehetség dolgot, hogy egy rövid idő alatt, hogy ott volt nálunk 12 hét, és mikor újra találkoztunk, akkor egyszerűen nem akarta senki elhinni, hogy ez a gyerek ilyen fejlődésbe ment keresztül. Folynak az órák ott nálunk, és most azt nem tudtam, hogy ki játszik, a tanár játszik, vagy a növendék, és nem kíváncsiságból benyitottam, és látom, hogy ez a fiú, aki egy éve van nálunk, hihetetlenül játszott. Én azt hittem, hogy a tanár játszik. Van egy pár ilyen gyerek nálunk, ami nagyon, olyan értelemben megdob minket, ami nagyon felemelő tényleg, és akkor látjuk, hogy tényleg ennek nagyon nagy értelme van.